Kedd este is folytatódtak a tüntetések Katalóniában. Barcelonában a demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel. A katalánok az autonóm terület függetlenedéséért küzdő politikusokat börtönnel sújtó ítélet ellen tiltakoznak. A spanyol központi kormány képviseletének épületét kövekkel és petárdákkal dobálták meg. A rendőri kordont pedig megpróbálták áttörni. A rendőrök visszaszorították a tüntetőket. Katalónia több városánál már hétfőn utakat, vasútállomásokat és az El Prat repteret is elzárták a tüntetők. Hétfőn és kedden összesen több mint 100 járatot töröltek. Volt olyan utas, akinek 48 órát kellett várnia a járatára. Hétfőn este egy férfi szeme súlyosan megsérült a rendőrökkel történt összetűzés során. A spanyol legfelsőbb bíróság hétfőn közölte, hogy börtönnel sújtja a katalán szeparatista vezetőket. A bejelentés után kezdődtek a tüntetések, több mint 130 ember sérült meg. A spanyol belügyminisztérium nyomozást indított, hogy kiderítsék, kik szervezik a háttérből a tüntetéseket. Szerdára újabb felvonulásokat jelentettek be Katalóniában, pénteken pedig várhatóan általános sztrájkot tartanak.